Magyar búzából magyar kenyeret. A Magyar Pékség védi egy programot a Pékszövetség azért dolgozta ki, hogy segítsen eligazodni a fogyasztóknak a pékáruk piacán. A védi egy garancia arra, hogy a Pékségben gyártott kenyér hagyományos magyar termék, és nem utolsó sorban jó minőségű. Az idén jó minőségű és mennyiségű búzát arattak a gazdák, amiből a tavalyihoz képest jobb minőségű liszt is készül. A malmok nem jelezték, hogy drágulna a liszt, és ha az alapanyag tartja az árát, a kenyér ára sem változik. Az egészséges táplálkozás viszont egyre népszerűbb, és ez a pékáruk keresletében is észrevehető. Egyre több durumrozs és magvas termék kerül a pékségek polcaira. Összességében már a fehér kenyérből szinte kevesebbet adunk el, mint a rozs kenyerekből. A rozs kenyerekből is már szénhidrát csökkentettünk is van, nem csak sima rozs kenyér, és szeretik az emberek, tehát nagyon odafigyelnek nem csak a cukorbetegek, hanem akik úgy az egészséges életmódot is figyelembe veszik. Vannak magvas kenyereink, bagettjeink, nagyon szeretik, odafigyelnek az emberek, hogy mit esznek. A Pékszövetség védjeggyel látja el a magyar tulajdonú és az élelmiszerbiztonsági előírásoknak megfelelő üzleteket, hiszen ma már nem mondható el, hogy a hazánkban kapható kenyér egyértelműen magyar kenyér. A külföldi cégek ontják magukból a pékárut, sokszor nem is tudja a vásárló, hogy külföldi céget gyarapít. A Magyar Pékség védjegy program segít a fogyasztónak, hogy eligazodjon a piacon, hogy tudja, hol lehet magyar búzából, magyar munkaerővel készült magyar kenyeret kapni. A jó minőségű magyar kenyér vásárlásával a fogyasztó hozzájárul hazánk gazdaságának élénkítéséhez, munkahelyek teremtéséhez, a magyar családok megélhetéséhez. Vendégünk Lakatos Tibor, a Magyar Pékszövetség alelnöke, a Vela Pékség ügyvezető igazgatója. Jó estét kívánok! Köszöntöm. Jó estét kívánok! A piac liberalizációjának számos ágazat áldozatul esett már Magyarországon, és azt gondolom áldász küzdelmet folytat a sütőipar is. Hol tart ebben a küzdelemben az ágazat? Tehát ki lehet jelenteni egyértelműen, hogy a magyar sütőipar válsághelyzetben van. Magyarországon mintegy 1100-1200 magyar tulajdonpékség működik, és ezzel szemben mintegy 600 külföldi tulajdonú azon pékségnek a száma, akiknek a tulajdonosai nem Magyarországon helyezkednek el, nem itt élnek, és ezek a vállalkozásoknak a működése igazán befolyásolja a magyar pékségeknek a működését. Mi az, amit tesz a Pékszövetség a magyar pékségek érdekében? A Magyar Pékszövetség létrehozta a Magyar Pékség védjegyét, amely azok a pékségek használhatják ezt a Magyar Pékség védjegyet, aki biztos, hogy 100% a magyar tulajdonú pékség. Biztos, hogy magyar munkaerőt foglalkoztatnak, és az is biztos, hogy az itt lévő termékek megfelelnek az élelmiszertörvény előírásainak, tehát a nyugodtan ajánlhatjuk a vevőknek ezek a termékeket, amelyek ezzel a védjeggyel ellátott pékségekben, boltokban találhatóak. Nyugodtan kijelenthetjük, hogy a magyarországi előírások szigorúbbak, mint az európai előírások, tehát valóban, aki magyar terméket fog vásárolni egy pékségben, az biztos lehet abban, hogy a legjobbat kapja. Való igaz, múlt héten voltam Németországban, többségben is látogatást tettünk. Tapasztalat az, amit ön is mond, hogy ezek a pékségek, a külföldi tulajdonú pékségek nem biztos, hogy megfelelnek mindig az előírásoknak, és ezért harcol a Magyar Pékszövetség, hogy ezeket a pékségeket ugyanolyan feltételekkel működtessék, mint a magyarországi pékségeket. Egyre nagyobb a kereslet, ugye a bejátszásban is elhangzott, az egészséges pékáruk iránt. Mennyire tudnak innovatívak lenni a magyar pékségek, mennyire tudják követni a legújabb táplálkozástudományi eredményeket? Azt hiszem, egy kitörési pontja a magyar pékségeknek az, hogy a hagyományos fehér kenyér, félbarna kenyereken kívül olyan termékeket gyártsanak és forgalmaznak, amelyre a magyar lakosság igényt tart. Ezek az egészséges táplálkozással kapcsolatos termékek, mint ahogy ön is mondta, tudni kell, hogy ezek a termékek szénhidrát szegényebbek, sok magvat tartalmaznak, de könnyebben emészhetők, mint a hagyományos termékek. Rozsdúsak, ugye, és hát ebből következik, azt tudni kell, hogy valamelyest az ára is magasabb, hiszen ezeket a magvakat meg kell vásárolni, és igazából ez nem biztos, hogy mindig olcsóbbak, mint a hagyományos termékek, de azt hiszem, ez az a út, amelyet a magyar pékségek követni fognak, és ezekkel a
nem magyar tulajdonú pékségekkel kitörnek a vevőknek az igényeinek megfelelően. Valahogy egy picit ez is egy kulcskérdés lehet, hogy valóban ezek a termékek drágábbak, mint az egészségtelen termékek. Tud-e valamit tenni mondjuk egy pékszövetség annak érdekében, hogy ez forduljon, hiszen az lenne a cél, hogy éppen fordítva legyen. Vannak nyugat-európai országok, ahol ez éppen fordítva van, tehát az egészséges termék az olcsóbb, és ami káros az egészségre, az drágább. Itt van erre valamilyen lobby tevékenység? Van lobby tevékenység, a Pékszövetség szerződés köt azon beszállítókkal, külföldi beszállítókkal, akik ezeket a termékeket gyártják, az alapanyagokat forgalmazzák. Folyamatosan bemutatókat szervezünk, kóstolókat szervezünk a különböző pékségekbe, és lobby tevékenységet folytatunk azért, hogy ezek a termékek a magyar lakosságnak az asztalára kerüljenek. A közétkeztetésnek a reformja most zajlik. Mennyire tudott rugalmasan alkalmazkodni ehhez a magyar pékségek többsége? Való igaz, hogy szeptembertől ugye megszigorították a közétkeztetésnek az ellenőrzését. A Magyar Pékszövetség is beszállt ebbe, hiszen több iskolába, étterembe bemutatókat tartottunk azokkal a termékeknek a ismertetésével kapcsolatosan, amelyek jobban megfelelnek a hagyományos termékekhez képest. Itt kiemelném az úgynevezett dudumnos termékeket, amely igazából kimondottan a Szabolcs megyében terem ez a dudumnos termék, és ezekből 10 készítünk sütőpeli termékeket, amelynek a vitamin tartalma több mint kétszerese hagyományos termékeknek, viszont a szénhidrát tartalma 10%-a kevesebb. Tehát ez egy olyan szegmens lehet szintén a közétkeztetésben, amelyben a Magyar Pékszövetség, a magyar pékek be tudnak szállni. Mennyire tud rugalmas lenni, milyen visszajelzések vannak az iskolákból, közoktatási intézményekből? Idő, minden terméket, amit az ember bevezet, idő szükséges hozzá, és én is azt tapasztalom itt Nyíregyházán is, hogy több bemutatót kell kóstolni a gyerekeknek, és meg kell győzni őket. Tehát minden, a meggyőzés az mindig időben, energia telik, de úgy gondolom, hogy úton haladunk, és én bízom benne, hogy ez sikerre fog vezetni. Az idő tényezőt hangsúlyoztam most itt többször is. Igen. Azt gondolom, hogy az, hogy nagyon jó minőségűek a magyar pék áruk, ez nagyon tudja segíteni ezt a magyar pékség védjegy programot is, de ehhez igazából egy nagyon komoly tudatformálásra lenne szükség, ahhoz, hogy tudatosan magyar terméket válasszunk, hiszen ezzel nem csak az egészségünket védjük, de a gazdaságunkat is. Így van, hát egy példaként tudnám említeni az osztrák pékek, akiknél szintén jártam, vagy a németeket, ahol elképzelhetetlen, hogy egy országban ne az adott ország péksége működjön, ne azt vásárolják a lakosságok, lakosság ne ezt vásárolja. Ausztriában elképzelhetetlen például, hogy egy osztrák vevő egy nem osztrák tulajdonú pékségbe vásároljon. Ez a feladat a Magyar Pékszövetségnek, illetve a Védjegynek, hogy ezt tudatosítsuk. Ez biztos, hogy hosszú folyamat, nem megy egy pillanatról a másikra. Én úgy gondolom, hogy az jó az irány, sok energia és nagyon sok pénz kell ehhez, hogy ezt a tudatformást megvalósítsuk. Sok sikert kívánok hozzá, Lakatos Tibor, köszönöm, hogy befáradt a stúdióba. Én is köszönöm szépen.